Sziasztok! Már közel fél éve nálam van és használom ezt a mágnestalpas fúrógépet. Akkor készítettem is róla egy bemutató videót, ha még nem láttad, akkor ide kattintva meg tudod nézni, meg a gépnek a linkjét berakom a videó leírásába, ott is meg tudjátok nézni a technikai részleteit. A lényeg, hogy már abban a videóban is elmondtam, és ez azóta is tartom ennyi használat után is, hogy ez egy nagyon jó gép, teljes mértékben fémből van, jó minőségben van elkészítve, jó minőségű anyagokból van, teljesen stabil, pontosan lehet vele dolgozni, kellően erős is. Egyetlen egy bajom van vele, már ezt abban a videóban is elmondtam, hogy nem szabályozható a fordulatszáma, hanem egy gyárilag előre beállított 800-as percenkénti fordulatszámot tud, és ezzel az a gond, hogy ilyen 20 mm-es furat átmérő fölött már ez túl sok tud lenni, de még hogyha használsz ilyen hűtőkernő folyadékot is, amit egyébként lehet, mert van is ilyen tartálya és tudja automatikusan adagolni, akkor is ilyen 30 mm fölötti átmérőknél ezen a 800-as fordulaton már előfordulhat, hogy egyszerűen a fúrószerszámnak az éle túlmelegszik, és ettől kicsorbul, és hát ez azért nem vicces dolog, mert az ilyen nagy, meg még akár ennél nagyobb átmérőjű ilyen koronafúró szerszámok meglehetősen drágák, ezért hát nem vicces, hogyha tönkre megy amiatt, mert túl nagy fordulatszámon tudod csak használni. Ezért én már az elejétől fogva gondolkodtam azon, hogy meg kellene ezt valahogy oldani, hogy ennek szabályozható legyen a fordulatszáma, hiszen hogyha egy nagy átmérőjű fúrás esetén visszatekered 3-400-ra a fordulatszámot, akkor már is teljes mértékben megvan oldva ez a probléma, nem fog túlmelegedni a szerszámnak az éle. Na de hát hogyan lehet ezt utólag megoldani? Erre igazából két megoldás van, mindegyik ugyanazon alapul. Egyfajta olyan fordulatszámszabályozó elektronikának a használatán, ami egy forgatógomb segítségével fokozatmentesen állítható, és ezáltal a motor fordulatszámát ezzel fokozatmentesen lehet csökkenteni. Erre a legegyszerűbb megoldás egy olyan tulajdonképpen egy olyan hosszabbító, aminek az egyik végét be tudod dugni a konnektorba, a másik végén meg van egy olyan doboz, amibe belemegy a gépnek a villásdugója, és ezen a dobozon van egy forgatógomb. Erről berakok egy képet, hogy nagyjából ez hogy néz ki, el tudjátok képzelni. Ezzel két gond van. Az egyik, hogy egy ilyen hosszabbító az közvetlenül Kínából rendelve is 5-6 ezer forint, magyar webshopból meg ugyanaz 9 plusz postaköltség, ami azért nem olyan kevés pénz, de ami ennél is nagyobb probléma, hogy ugye az olyan gépeknél, amiben csak egy motor van, azoknál ez teljesen jól használható, például egy sarokcsiszolónál vagy fúrógépnél, de ez a gép, ez viszont ugye nem egy, hanem két egymástól független elektromosan működtetett részegységet tartalmaz. Ugye van egyszer a motor, aminek a fordulatszámát akarjuk szabályozni, de ebbe van egy külön kapcsolóval működtethető elektromágnes, ami pedig a helyén tartja, a pozícióban rögzíti a gépet. És hogyha olyan megoldást választasz, mint amilyen ez, hogy közvetlenül a gépbe bemenő áramot manipulálod ezzel az elektronikával, akkor azáltal ugye ez nem csak a motorra fog hatni, hanem a gép összes elektromos részegységére. Magyarul, hogyha ezt a gépet egy ilyen hosszabbítóra kötjük rá, akkor az történik, hogy egyrészt azzal a forgatógombbal nagyon remekül lehet szabályozni a motornak a fordulatszámát, de ezzel együtt, ezzel párhuzamosan ugyanúgy az elektromágnesnek a tapadási erejét is ugyanúgy szabályozod. És hát ugye ez nem jó, mert egyszerűen egy bizonyos feszültség alatt már nem lesz elég erős a tapadása az elektromágnesnek, és így használhatatlanná válik a gép, tehát ez így nem járható út. A mi esetünkben egy olyan megoldásra van szükség, ami kizárólag a motorra hat, és az elektromágnesre nem. Ezt hogy lehet megoldani? Hát úgy, hogy ezt az elektronikát a gépbe kell beépíteni, méghozzá olyan módon, hogy a gépnek a belső áramkörébe úgy kell bekötni, hogy csak a motor felé menő feszültséget szabályozza, és az elektromágnes felé menő feszültségre, áramra pedig ne legyen hatással. Én ehhez egy ilyet vásároltam, ne kérjetek tőlem
konkrét linket a termékhez, mert egyrészt nem szükséges, hogyha a Google-be beírod, hogy fordulatszám szabályozó elektronika, akkor lesz egy csomó találat, és a lényeg, hogy egy olyat kell választani, aminek egyrészt a forgatógombja így külön ilyen vezetéken csatlakozik magához a kis elektronikához, mert így lehet majd ebbe a gépbe megfelelően beépíteni. Másrészt egy olyat kell választani, ami legalább 2000 wattos teljesítményt tud kezelni. Tulajdonképpen ennyi a lényeg, hogyha rákeresel a Google-ben, akkor ugyanezt is meg fogod találni, hogyha a képen látod, megtalálod egy webshopba, akkor ez teljesen megfelelő. Ez 1150 forintba került, plusz egy ezres volt a posta, tehát még így is alig több, mint 2000 forintból megvan, az egy ilyen gépnek az árához képest semmi, tehát igazából szinte ingyen meg fogjuk tudni oldani, hogy nagyon sokkal jobban használható legyen a gép azáltal, hogy fordulatszám szabályozós. A lényeg, hogy ezt az elektronika részt ide valahova belülre el kell rejtenünk, és ide a gépnek erre a vezérlő panelére pedig valahova el kell helyeznünk ezt a forgatógombot, majd mindjárt leveszem ezt a panelt, és akkor megnézzük, hogy ez hova fog célszerűen elférni. Amint látod, itt rengeteg hely van a gépnek a belsejébe, szinte teljesen üres ez a nagy rész, úgyhogy igazából itt nagyon bőven el fog férni ez az elektronika, lehet ott teljesen lötyög. Az még egy nagyon fontos dolog, hogy itt látod ennek a nyáklapnak a hátulján szabadon vannak a forrasztott kis végződések, és itt a gépnek a belsejében pedig fémből vannak a dolgok, tehát azt mindenképpen meg kell akadályoznunk, hogy itt véletlenül zárlat keletkezzen, úgyhogy ennek a nyáklapnak a hátulját valamilyen módon le kell szigetelnünk, hogy itt belül hozzáérő fém dolgok véletlenül se tudjanak zárlatot okozni. Én arra gondoltam, hogy erre ráragasztok valami fajta ilyen szigetelő anyagot, majd mindjárt itt körülnézek a műhelyben, hogy mi az, ami erre megfelelő lehet. Vannak olyan kis dobozkáim, ahol mindenféle ilyen különböző alapanyagok vannak.
Végül is egy ilyen fekete polifóm darabkát találtam, ez valami egérpad lehetett évtizedekkel ezelőtt, de most erre a célra pont jó volt, kivágtam belőle egy akkora méretű darabot, mint maga a nyáklap, és azt egy ilyen meleg ragasztós pisztolyból kinyomott ragasztóval ragasztottam rá a nyáklapnak a hátuljára. Ez a szivacsos réteg teljes mértékben szigetel, és nem fogja engedni, hogy hozzáérjen bárhol a fúrógép bármilyen fém része a nyáklapnak a hátuljához. Ezután szereltem be a kis forgatógombot, ez egy 7 mm átmérőjű furatot kellett elkészíteni, és aztán utána láttam, hogy van egy ilyen kis pöcke is ennek a forgatógombnak a alul, amihez egy kis, még kisebb, egy 3 mm-es furatot el kellett készíteni. Tulajdonképpen ez tartja a pozícióban, ez nem engedi, hogy maga ennek a forgatógombnak a hátsó része, a belül lévő része elforduljon, amikor magát a gombot forgatjuk, és ezután a kívülről egy anyával és egy alátéttel lehet rögzíteni ezt a forgatógombot, és ezután jött az, hogy elvágtam a motor kapcsolójának az on részére, tehát ide a zöld részre menő két vezetéket, és mind a négy felszabaduló vezeték végre egy-egy megfelelő méretű érvékhüveit tettem. Az ilyen több szálból álló vezetékeket mindig érvékhüveivel kell szerelni, egyrészt mert így szabályos, másrészt mert így biztonságos, így nem lesznek szerteszét lógó szálak, amelyek esetleg zárlatot okozhatnak, meg így lehet a vezeték véget a legstabilabban rögzíteni a csavarral a megfelelő helyen. Itt ezen a kis elektronikán ugye négy csatlakozó van, és itt föl ide is van írva, hogy mi micsoda. Ez a bal szélső, ez az in, tehát bemenet nulla, mellette van a fázis bemenet és a nulla, fázis kimenet és a fázis nulla. És akkor nyilván ennek megfelelően kell a vezetékeket bekötni, ugye a bemenet az ez, ami a kapcsoló felől érkezik. Arra figyeljünk azért, hogy itt a hűtő bordához ne érjen hozzá. És a kimenet pedig ugye, ami a motor felé menő két vezeték. És az kis tekerő szabályozó gombnak a vezetékét pedig ugye ide megfelelő csatlakozójába dugjuk, és elvileg, hogyha jól dolgoztunk, akkor most már működnie kell a dolognak, úgyhogy mielőtt ezt a fedelet visszaszerelem, ide visszanyomom az egészet a helyére, és megpróbáljuk, hogy működik-e a dolog. Először a mágnes kapcsolót kell bekapcsolni, és akkor utána a motort, és akkor így elvileg ezzel a kapcsolóval és ennyi, valójában ugye láthatod kívülről szinte semmi különbség nincsen, annyi, hogy ide került egy ilyen kis forgatókapcsoló, igazából egészen gyáriasnak tűnik, ennyi barkács megoldást én teljesen el tudok fogadni a saját gépeimen, megmutatom még egyszer, hogy jól működik, ugye ennek az volt a lényege, hogy úgy tudjuk a fordulatszámot szabályozni, hogy közben a mágnes talpnak a lehúzó erejét nem csökkentjük. Az tökéletes, brutál, és ez pedig. Egészen ilyen, nem tudom, percenként körülbelül ilyen 100-as fordulatig le lehet menni.
No, hát igazából örvendek, tökéletesen sikerült az, amit meg akartam valósítani. Ennyi 2000 forintból megoldható, és akkor innentől kezdve tényleg egy tökéletesen használható gépet kapunk. Mondtam, ennek a gépnek a linkje a leírásába, a videó leírásába. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonló tartalmak jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!